Pár héttel ezelőtt levelet írt a TEDxTáb egyik szervezője, és arra kért, hogy küldjek pár témámhoz illő fotót, melyet kivetíthetnék önöknek a mai délutánon. A levél olvasása közben az alábbi három kép jutott először az eszembe. Egy borospalack, egy kád és egy bermáncső. Végül is úgy döntöttem, hogy nem fogok egy képet sem kivetíteni, inkább mesélek majd ezekről a szimbólumokról. Így talán hitelesebb és eredetibb lesz a magyarázatom. Az első kép azt a borospalackot ábrázolja, melyből az apám ivott azon az estén, amikor először molesztált szexuálisan. 11 éves voltam. 5 éven át többször is megtette. A második kép az első szexuális molesztálás helyszínét, az otthoni fürdőszobai kádat ábrázolja. A harmadik kép azt a bermáncsövet ábrázolta volna, mellyel az apám ütötte kékre a hátam, amikor 5-ös kaptam matematikából, 5. osztályban. Gyakran elmélkedtem, bárcsak felhőtlen gyerekkorom lett volna, bárcsak kiegyensúlyozott gyerekkorban lett volna részem, de ez valamiért nem működött. Utoljára 21 éves voltam, amikor megvert az apám, kihívtam a rendőrséget. Apám ki sem jött a szobából. Apámnak amúgy fiatalkori barátja volt a rendőr. Jegyzőkönyvet sem írtak. Én egy olyan nő vagyok, aki nem tud varni, és szándékosan soha nem akarom megtanulni a varrást. Bosszúból. 10 éves voltam, amikor az apám ugyancsak megvert, azért, mert nem tudtam megvarni a piros zoknimat. Ma már csak ennyit fűzök mindehhez. Rend a lelke mindennek. 30 év után sikerült végre rendet teremtenem magamban, és körülöttem. Csak hogy ez iszonyúan kegyetlen és fárasztó harc volt a saját énemmel és a társadalommal szemben is. Beleszülettem egy olyan rendszerbe, ahol a szakemberek és a családtagok sem tudtak kezdeni az esetemmel, bármit is, mert elkövettem egy öngyilkossági kísérletet 16 évesen. Kiugrottam szülővárosom egyik tanintézményének a második emeletéről. 11 métert zuhantam. Medence és lábtörésem volt. Fél évig ágyban feküdtem 24-ből 24-et. A lelki fájdalmakra most nem fogok kitérni. Az volt a legfurcsább az egészben, hogy az évek során többször is megemlítették nekem az ismerősök, ironikusan, cinikusan, a tizedikről kellett volna leugranod, ha meg akartál volna halni. Csak hogy én nem meghalni akartam. 16 évesen ennyit tudtam. Egy segélykiáltást üzentem, illetve menekülni próbáltam egy beteg elme karmai közül. Csak hogy szavaim nem találtak meghallgatásra, amikor az apámról és a szexuális molesztálásról beszéltem. Valamiért ennek így kellett lennie. Rengeteg gyógyszerrel kezeltek engem. 21 éves voltam, amikor 117 kg-os lettem a gyógyszerek kezelése miatt. Önerőből sikerült leadnom 45 kg-ot, de azóta 20 kilót visszahíztam. Mert időszakonként, nem mindig, de időszakonként édességfüggő vagyok. Egyesek az alkoholba menekülnek, én pedig az édességbe. Így próbálom valahogy csitítani a lelki traumáimat. Mindezek miatt a feldolgozatlan és a letisztázatlan lelki gócok követtek. A hibás nevelési sémák sorozata beteges féltékenységet alakított ki bennem. Nem tudtam bízni a férfiakban. Csábítottam őket, aztán dobtam magamtól, közben meg intenzíven szenvedtem. Nem vagyok értékes, nem vagyok szép, nem vagyok vonzó. Hogy szexi és szenvedélyes, még hogy én. A bennem kialakuló nő, illetve a sérült kislány bömbölt, lázadott, könyörgött a szeretetért, és rongyá vált, ha nem úgy kapta meg, ahogy elvárta. Ez a legrosszabb, amikor elvárásaid vannak. A tiszta szeretet nem a másikon való manipulációt, dominanciát jelenti. Nagy lecke volt ez is számomra. De valahogy kilábaltam belőle, mert megajándékozott az élet egy csodálatos ajándékkal az élettársam személyében. Ő képes volt megküzdeni a féltékenységi rohamaimmal, és megadta a számomra a leghatásosabb gyógyszerkombinációt, a feltétel nélküli szeretetet és az elfogadást. Büszkén jelentem, hogy már több mint egy éve nem vagyok féltékeny, és egészséges kapcsolatban is tudok jól működni. De nekem ez valamikor a 3 éve zátonyra futott házasságomba került. Mert nem bírtam egy házasságban meglenni, mindaddig, amíg éreztem, hogy a traumák annyira követnek, hogy befolyással vannak a teljes életemre. De legalább felvállalom, ez vagyok én. Leszűkíthetjük. Egy statisztikai adat, egy porszem a világegyetemben. A lényeg, hogy vagyok ebben a csodálatos, de olykor igazságtalan világban. Önök szerint miért mondtam el mindezt? Fel szeretném hívni a figyelmüket arra,
hogy próbáljunk meg közösségi célokban gondolkodni. Ne csak a saját egyéni tevékenységünkért tegyünk meg bármit is. Figyeljünk jobban oda a bullying jelenségre például. Nagyon nagy hatása van ez az egész társadalmunkra, még mindig, és egyre súlyosabb és súlyosabb esetek kerülnek felszínre. Próbáljuk meg a gyerekeinknek megadni a legjobbat úgy, hogy önmagunk vagyunk. És engedjünk nekik szabad teret mindenhez. Öleljük őket sokat, és szeressük. Adjunk gyökereket és szárnyakat nekik. Kérlek szépen, tisztelt nézők, próbáljatok megtenni mindent más emberek életéért és más emberek lelki jólétéért. Küldjétek őket pszichológushoz. Azért, mert igenis a munkának lehet eredménye. Úgy, ahogy például elviszitek az autóitokat rendszeresen mosodába, vagy manikűröshöz és pedikűröshöz jártok, vigyétek el a lelketeket is felfrissülésre és megújulásra. Ezt egymásért és önmagatokért is tegyétek meg. Miért félünk beszélni a problémáinkról? Miért játszódjuk el folyamatosan, hogy minden rendben van, közben meg egyre felületesebbek az emberi kapcsolataink? Mindannyian hősök vagyunk, egyikünk sem nagyobb hős a másiknál. Tény, hogy egyeseknek több jutott anyagi vagy szellemi téren egyaránt, de ez még senkit sem hatalmaz fel arra, hogy felsőbbrendűnek érezze magát. 30 év után végre tudom és érzem, hogy mit jelent a felejtés, a megbocsájtás és az elengedés. Ezt a felismerést kívánom mindenkinek.